Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Eltelt egy újabb hónap, sőt kettő is, hiszen novemberben nem választottuk meg a hónap játszmájának járó díjat. Egész egyszerűen azért, mert nem voltak igazán magas színvonalú kiemelkedő versenyek, ahol magyar játékosok játszottak, viszont decemberben újra felpörgött egy kicsit a sakkvilág. Mi is közvetítettünk több fontos magyar érdekeltségű eseményt, gondoljatok csak a FIDEK-korosztályos világbajnokságra, illetve a klubcsapatok női Európa-bajnokságára. És ezekkel egy időben zajlott Kínában egy nagyon erős szuperverseny, ahol Rappolt Richard a büszkeségünkre meg is nyerte a versenyt. Viszont kivételesen most nem az ő játszmáját hoztuk, mert a női bajnokságban született egy egészen kiváló játszma, Lázárné Vajda Szidónia jó voltából. Ugye a klub csapatok Európa kupájáról beszélünk, a legerősebb női csapatversenyről az olimpia és a női Európa bajnokság után, és itt a Helósak csapata gyakorlatilag a magyar női válogatott képviselte hazánkat, végül egy hetedik helyezést szerzett meg a csapat, gratulálunk nekik. A negyedik fordulóban egy nagyon fontos játszmára került sor, és ezt a partit fogjuk most nektek bemutatni. Vajda Szidóniát szerintem, aki követi a magyar sakkot, nem nagyon kell bemutatnom, hatszoros magyar olimpikon, magyar bajnok, illetve az elmúlt húsz évnek egészen egyszerűen a meghatározó és kiemelkedő játékos a női válogatottban. Szidőről tudni kell, hogy egy nagyon komplex játékos, egyrészt nagyon erős játékereje van, nagyon jól meg tudja játszani az állásokat, másrészt a stratégia és a taktikai elemekben is kiválóan játszik. Ezt látni fogjuk ebben a játszmában is, hogy hogyan variálja ezeket, illetve a mennyitási felkészültsége is egész, egészen magas. Az ellenfél Babi Olga, egy ukrán, már nem fiatal, hiszen 30 éves, most sokan lehet, hogy megsértődnek, de 2287 élőponttal rendelkezik, tehát egy kiváló ukrán női játékos. Az ellenfelünk a Bad Königshofen csapata volt ebben a fordulóban, és az egyik nagyon fontos rangadó mérkőzés volt ez számunkra, hiszen ők voltak az egyik kiemelkedő csapat ebben a ligában, és Szidónia győzelme is fontos volt, hogy a csapat behúzza ezt a fordulót. De nézzük a játszmát, világosan van CD, és tőle egy kicsit megszokatlan megnyitás lesz, d 4 el kezdett, D5, Huszár F3, Huszár F6, és futó F4, ez a London megnyitás, Rapid party egy egészen kiváló szisztéma, hiszen Világosnak nagyon egyszerű a stratégiája. Szinte majdnem mindenre a reakció E3-C3-Bd2, ez a felállás, amit Világos szeretne. Egy nagyon erős kőfal rendszert vesz föl, és természetesen fekete játékától függően alakítja ki a további eseményeket. c 5 reagált fekete, E3-C6-Bd2. És szerintem álljunk meg itt egy pillanatra, hiszen itt nem egy fő irány jött, futó g lépett az ellenfél, természetesen erre még rengeteg játszma volt. Talán mostanában divatosabb a vezér B6 lépés, ez az egyik kritikus változat, D üti c kell reagálni, és egyből egy nagyon éles rendszer alakul ki, vezérüti B2, Bástya B1, vezér C3 után rengeteg friss parti van, aki itt letölti az új játszmákat, látni fogja, hogy tényleg ez egy kritikus változat. Nem ez következett, a másik főirány ebben az állásban az E6, mondhatni ezt számít a főlépésnek, C3, fehér nem hazudtója meg magát, ragaszkodik a stabil felálláshoz, futó D6, futó G3, sánc, futó D3, a világos tartja a feszültséget, és később rövid sánc, huszár E5 beugrással, F4-gyel stabilizálja be a lovát, rengeteg parti van erre, igazából ez számított nagyon sokáig a főváltozatnak. De most a játszmában érkezett futó G4. Ahogy említettem, nem egy főlépés, viszont teljesen korrekt rendszer, nem kell lebecsülni. Szidónia C3-mal reagált, E6, és a legjobb lépés következett vezér B3. Egyből kérdés elé állítja feketét, ugye a lóga B7 gyalog. Itt két irányba lehet menni, messze a legjobb lépés a vezér C8, így reagált fekete. Vezér B6-ra is voltak játszmák, ezután Huszár e következett volna, és világosnak egy picit kellemesebb végjátéka van. Valószínűleg a fekete le fogja cserélni a vezért, és minden szerkezetben világos, egy picit kellemesebb állást ér el. Jött vezér C8, ez a jó lépés. Huszár E5, Szidi nem szórakozik, azonnal ugrik be a lóval, Huszár üti E5, futó üti E5. Megnéztem az adatbázisomat, mert kíváncsi voltam, hogy hány játszma van még itt. Összesen 13 partit találtam. Itt C4 és Huszár D7 nagyjából egyenlő mértékben jött, és ezek át is mennek egymásba. De nézzük is, hogy mi itt világos terve volt. Például mi történne, hogyha fekete beszeretné fejezni a fejlődést, és mondjuk futó elhetet lépne. Itt egy nagyon fontos közbeiktatás van, vezére a 4 -sak. Igazából ez a poénja a változatnak, világos pontidőben érkezik. Ha fekete el tudott volna sáncolni, akkor kiegyenlített volna, viszont vezér van és sakk, nagyon egyszerű sakk ugyan, de elég kellemetlen bonyodalmakat okoz feketének, hiszen sötét nem húzhatja közbe a vezért, vezér c vagy vezér d re is futó b után világos lenyerte a vezért, huszár d re pedig lóg a G7 gyalog, egyből baj van. Tehát fekete nem szórakozhat, itt vagy ló d vagy c 4 játszani kell, meg is érkezett a C4. Erre már tényleg 10 alatti parti szám van, és itt érkezik igazából az új lépés. Egy egész komoly játszma volt még itt, vezér C2 után. Karjakin játszott a Meyer Georgal, ugye Karjakin nemrég játszott világbajnoki döntőt Magnus szennel, és ezt a partit meg is nyerte Karjakin, de Szidóniának itt jön az újítása. Ugyan még nem teljesen új a lépés, erre még egy játszmát találtam, de utólag kiderült, mikor beszéltem a Szidivel, hogy ez egy előre bekészített házi elemzés volt, és nagyon komolyan dolgozott a CD ezen a változaton, vezérelni sok. Az eszme az nagyon hasonló, hogyha sötét megint belemenne a vezércserébe, akkor egy picit kellemesebb végjáték jön ki. Vezérüti D7, huszárüti d világos, nem adja a futópárt, visszajön a futóval, majd megpróbálja a centrumban átvenni a kezdeményezést. Például, hogyha fekete b 5 stabilizálna a vezérszárnyon, akkor A4, B4, e 4 után egy egész izgalmas állás, állás alakulatot volna ki, kölcsönös esélyekkel. Az ellenfél úgy döntött, hogy 20 d tel védi ezt a sakkot, és innentől kezd egy kicsit feltüzelődni a parti F3, futó H5 és B3, ez a kulcs lépés, ez volt szidóniának az eszméje, megint kellemetlen kérdésekkel állítja feketét. Ugye, ha sötét most nem cserélne, akkor szétesik a centrum. Úgyhogy szinte kötelező a CUT B3, -om. gondolhatjuk mi, de pont itt van elrejtve egy olyan lépés, ahol feketének kiegyenlít kiegyenlítési esélyi lettek volna, a partiban CUT B3 jött, egy nagyon nehéz folytatást kellett volna itt megtalálni az ellenfélnek, és Szidinek ez volt a koncepciója, hogyha táblánál, táblánál az online világban megtalálja ezt a sötét, az tényleg egészen kiváló, nagyon nehéz lépés, ha viszont folytatja a logikus c B3-mal, akkor jönnek majd a gyönyörű változatok. Egy pillanatra csak megmutatom, hogy milyen eszmét kellett volna feketének felfognia, a 6 kellett volna folytatni, és B jut jön a poén, egy gyönyörű lépés, B5 felkiáltójel. Ez egy gyalog áldozat, de sötét nagyon nagy ellenjátékot kap. Most ha nem ütjük le a gyalogot, akkor fekete visszaüti, úgyhogy természetesen logikus, ha lenyerjük a B5 gyalogot is, és vezérüti C3 és hirtelen egy kettős támadás elég kellemetlen. Lóg a bástyánk, lóg a gyalogunk, nem fejlődtünk még ki, királyunk középen van, menteni kell a bástyát, és itt nem is vezérű t a legprecízebb, hanem először feketével bele lehet tenni egy futó g közbeiktatást. De ezek már megint a gépes változatok. Tehát ne felejtsük, hogy ez egy rapid játszma volt, tehát egy 15 perces játszma, ha az embernek van ideje, akkor talán rá tud jönni ilyen finomságokra, de egy rapid játszmában ismeretlenül lesz megkapva nagyon kellemetlen. Úgyhogy nagyon szép döntés volt ez a cd től hogy belehozta az ellenfelet ebbe a változatba. B3 után következett a logikus c üti B3. a üti B3, és itt az ellenfél nem tudott ellenállni a mérgezett gyalognak, letépte a C3 gyalogot. Egy picit elemeztem az állást, hogy megértsük, hogy miért is annyira kellemetlen most fekete helyzete, Ugye megint a logikus lépés a futó E7. Fekete szeretné befejezni a fejlődés sánc után, talán nem is lenne különösebb problémája, de ugye megint jön a futó B5. És futó B5 után ebből a kötésből kimászni nagyon nehéz. Ha most fekete a lépne, még akkor se fenyegetne semmivel, hiszen A6 után nem a után nem log a világos futó, mert a sötét bástja is hullik a nyolcon. 8 on Ugyanez az eszme jött volna, hogyha futó e helyett a jönne, fekete próbálja megakadályozni a futó b de nem tudja megakadályozni, mert futó B5 így is működik. Vezér D8, C4 után hihetetlen fejér bezárja a futóját, de ugye bármelyik pillanatban tud D7-re ütni, és például Bástya C8, ugye most jön ki a vezér D8 eszméje, sötét helyet biztosította a Báscsának, most már lóg a futó, de futó D7, vezér D7, C5 után egy picit kellemesebb végjáték, feketének itt meg kell még oldani a problémákat. Ez lett volna talán a legjobb folytatás feketével, de nézzük meg, hogy mi történt a játszmában. Jött vezérüti C3. Megmondom őszintén, ugye én élőben követtem ezt a partit, hiszen én voltam a csapatnak a kapitánya. Egy pillanatra meg is ijedtem, de Szidi annyira magambiztosan játszott még itt, hogy biztos voltam benne, hogy egy házi elemzésnek a, a szemtanúi lehetünk. Viszont innentől kezdve elég nehéz megtalálni a legjobb, legjobb folytatásokat mind a két színnel. Jött futó B5, ez a lépés szerintem még táblán lehetett, és akkor induljon a show, mert igazából most kezdődnek a bonyodalmak. Hihetetlen, hogy egy ilyen stratégiai megnyitásból mennyire gyorsan átalakulhat az állás egy ilyen taktikai közelharcá. Futó B5 után lóg az egész tábla, lóg a D7 lóg, az E3 gyalog, nézzük, milyen lehetőségei lettek volna a feketének. A játszmában futó B4 következett, szerintem ez egy logikus folytatás jó lépés. Nézzük meg, mi jött volna a legtermészetesebb folytatásra, ha sötét sakra leüti a gyalogot, világos D1-re megy a királyjal, és megvédi fekete a lovat. És itt jön egy gyönyörű eszme, nem túl nehéz, viszont, viszont szép, bástya egy, vezér G5 és bástya C1. És most látjuk, hogy a fehér tisztek, mennyire harmonikusan állnak, készen van világos a Bástya C7 terve a sötét állásába, és feketének igazából nincsen ellenjátéka. Nem tudja kivédeni a Bástya c vagy akár a futóüt idejét Bástya cényos sakkos terveket. Tehát vezérüti áron veszít. Menjünk vissza. Mi lett volna a fekete? Szimplán megvédi a huszárt. Itt világossal van egy gyönyörű eszme, király 2 Király már nem sáncol el, megvédi az E3 gyalogot, és előkészíti megint a C vonali behatolást. a HC egy után nem, ne nem, nagyon lehet látni, hogy fekete, hogy fogja összevédni az állását. És talán egy érdekes folytatás lett volna a számítógépes javaslat, ha fekete F6-tal játszik, és itt nem is egyszerű a folytatás, hiszen a logikus ugye az lenne, ha leütnénk d a lovat, de azután fekete király f lép, és hirtelen megint problémáink vannak, sok fenyegetése van sötétnek. Úgyhogy itt a legjobb lépés, a király E2. Ez tényleg egy nehéz eszme. Ugye védem az E3 gyalogot, odaadom az E5 futót, jelen pillanatban Sötétnek tisztelőnye van, de most jön a büntetés, bástya HC1. Vezér B4, futóüti D7, király F7 talán a legjobb lépés, és D5 e után, nem látszik amúgy egy nagy előnynek, de ez az állás már egy, egy plusz-minusz, egy komoly előny fehérrel, úgyhogy ez sem lett volna egy jó folytatás feketének, viszont f után kérdés, hogy megtaláltál volna a Szidi a király e Jött a partiba futó B4, és ha jól emlékszem, ez volt talán az első pillanat, amikor Szidi komolyabban belefeküdt, itt még talán 14-15 perccel lehetett az óráján, viszont ö, itt számolni kellett, hiszen nagyon konkrét az állás, nem lehet rosszat lépni, lóg megint minden, és a jól is folytatta, világos futóütidéjét, csak, király e 7 és itt volt a nagy kérdés, hogy rövid sánc, vagy bástya a kettő. Mind a kettő lépés nagyon érdekes. Én egy kicsit jobban örültem volna, és nyugodtabb lettem volna, ha itt rövid sánc jön. Szidi bástya a kettővel folytatta, nagyon érdekes folytatás. Ugye itt be kell látni világossal azt, hogy a D2 az elveszik, vagy ugye az E3 gyalogot kell odaadnom, és akkor pedig a királyom gyenge. Tehát talán ezért lett volna logikus, hogy inkább a D2 lovat adom oda, lépek egy sáncot, és nem is igazán lehet lenyerni ezt a huszárt. Tehát ha például most vezér háromsak, 3 sak király H1 és futó D2 jönne, akkor egy egészen gyönyörű taktika lett volna benne. Egy picit meg is állok, aki gondolja az, állítsa meg a videót, tegye föl ezt a, a, az állást a táblára. Itt tényleg egy, egy egészen fantasztikus lépés következik. Világos, bástya ac 1 tud itt nyerni. Ez egy bástya áldozat. A lépésnek az értelme, hogy elterelje a futót a B4 mezőről. Ezt a játszmában is látni fogjuk majd ezt a motivumot. Kulcsfontosságú, hogy világos B4-en tudjon sakkot adni. Futóüti C1, ha nem üti le fekete, akkor megint bástya c 7 tel behatolunk. Futóüti C1 és vezér b sakk. És most derül ki, hogy mennyire erős világosnak a támadása, hiszen csak két tiszt támad, van egy E5 futón meg egy B4 vezérem, de ez bőven elég ahhoz, hogy bemattoljam a sötét királyt, vagy sok anyagot lenyerjek, hiszen itt vezérüti b t csak után kénytelen visszamenni feket az alapsorra, vezér A8, király d vezérüti H8 után összevédem magam, ha esetleg több bástya g 1 el elbújok, plusz még mat fenyegetéseim is vannak, hogyha például vezér B8-al visszamegyek. Úgyhogy ez egy gyönyörű nyerés lett volna, tehát rövid sánc után, hogyha visszamegyünk ehhez az álláshoz, nem ez következett ugye, Szidi Bástya a kettőt lépett, itt feketének a legjobb lépése Bástya HD8. És megint egy nehéz lépés következik. Szóval tényleg kíváncsi lettem volna, hogy egy rapid partiban megtalálták volna a lányok ezeket a folytatásokat. Huszár B1 felkiáltójel a jó lépés, menteni kell a tisztet, vezérüti áramsak, király H1, Például A5-lép fekete, és futóbélt után világos megőrzi ugyan a tiszt előnyét, de ez az állás még közel sem egyszerű. Feketének ugyan alapból van két gyalogja a tisztér, és nagyon aktív, a világos tisztek pedig egy picit most passzívak. A B1-aló nem túl kellemes. Úgyhogy ez se nyert volna, én csak azt mondom, hogy talán ez lett volna egy picit nyugodtabb folytatás, de nézzük miért a játszmába, hiszen talán emiatt a bástya manőver miatt lett ez a hónap játszmája. Bástya a 2 lépett. Szidónia. Ugye megint egy trükk most fekete, sokféleképpen nyerhet anyagot, de valahogy egyik se lesz jó. Ugye például vezércél sakkal le lehetne nyerni a világos bástyát, de utána ott hagyja fekete a futót, b meg megint mattot kapna. A legjobb lépés ebben az állásban talán F6 lett volna. Megint ugyanez az F6-os lépés, helyet kell biztosítani egyszerűen ennek a sötét királynak. Partiban is látni fogjuk, hogy e a király az még nem nyert ö, nyugalmat, muszáj az F7 mezőt bekészíteni neki, és itt megint egy egészen gyönyörű terv világossal, király F2 felkiáltója a helyes lépés. Ez egy olyan játszma, ahol amit megtámadnak, azt nem igazán visszük el. Füti el és megint ez a finom huszár B1-es motivum. Egészen nehéz terv, Lóga vezér, ott kell hagyni a futót. Vezér C7, vezérütő és csak király D7. És Huszár C3 megint nem tűnik egy komoly előnynek, de ha egy kicsit jobban elmélyülünk az állásban, tovább elemezzük, akkor azért rájöhetünk, hogy világos itt nagyon kellemesen áll. Jelen pillanatban még egy gyalog hátránya is van, de sötét király középen van, és Huszár b nagyon kellemetlen fenyegetés. Eljüti d például már szinte azonnal veszítene vezérűt D4 is széthullan a feketének az állása. A legjobb lépés, Bástya HC8, Lóbé jött, nem akarom tovább folytatni, bonyolult dolgok vannak, de világos kezdeményez. Nem ez történt. Bástya a re jött, Mondhatni a hiba, de ez egy nagyon logikus lépés. Fekete a lépett és előkészített egy elég kellemetlen fenyegetést. Most sötét B5-öt szeretne lépni és lenyerni a vezért. És itt jön a poén itt jön a szemed gyönyörködtető folytatás. Bástya C2 két felkiáltójel. Szidi gyönyörűen kiszámolta ezt, beletette egy kis időt, és megérezte, hogy itt az idő arra, hogy egy gyönyörű eltereléssel bemattoljuk a fekete királyt. Menjünk vissza, még egyszer nézzük meg. Ugye b nagyon fenyeget, tehát nincs idő sáncolni, nincs idő elhozni a futó D7-ről, be is van szorulva, tehát nem is lehet. Bástya C2 két felkiáltójel. Gyönyörű lépés. Kicsit úgy vagyok vele, hogy ezt a partit mondjuk a Magnus Carlsen játsza, akkor valószínűleg bekerülhetett volna a top 100 legjobb játszmai közé. Tényleg egy egészen kiváló, szinte hibátlan játszma Szidóniától, és tényleg gyönyörű ez az áldozat. Pástya C2. Na de mi a poén? Játszmában leütötte fekete, vezére E3-ra jöhettek volna még egészen huncut változatok, király D1, és mondjuk mi van, hogyha fekete futóüti D2-t lép. Most megint vigyázni kell, ha ezt simán visszaütnénk ezt a futót, akkor fekete F6 után, vagy Bástya HD8 után megint oda fog érni, úgyhogy itt megint fontos, hogy leszámoljuk precízen a nyerést, vezér a három sakkot kell adni, király D8, ugye király d megint mattot kap fekete. Gyönyörű a változat, hiszen szimplán vezér D6 sakkot lépünk, király E8, és bástya C-t betörünk az ellenfél állásába. Nem lehet védeni a mattot. Ugye vezér B3, sak, király D, bocsánat, bástya C, 6-ot léptem, azért ennyire nem állunk jól, bástya C7. Nem lehet védeni a mattot, ugye sötét már nem tud sáncolni egyik irányba se, vezérüti B3-ra pedig lefőkütni ütni a futót, és szépen elmászunk a királlyal, tehát vezér B3-ra simán király D2, és a fekete vezér elkezdi adni a sakkokat, akkor el fogunk bújni, és előbb-utóbb elfogynak a sakkok. Úgyhogy király D7 se jó, király D8-ra ugyanezt történik, vezér D6, nem lehet védeni a mattot. Most nézem, hogy kicsit túlbonyolítottam a helyzetet, hiszen király d 7 a bástya C7 két lépéses matot azért vegyük észre, és bárhol megy a király vezére E7 mat. Tehát ez még egyszerűbb. Ugye a futóüti D2 nem működik. Mi lett volna a futó C3-ra logikus folytatás? Fekete megpróbálja elzárni ezt az igencsak fontos C vonalat. Megint egy gyönyörű nyerés van. Bástya E1, ezt a lépést már láttuk, világos az utolsó tisztjét is hozza a támadásba, és mikor minden tiszt jól áll, akkor általában benne szokott lenni a taktika, ez most is így van, futó üti E6, egészen szenzációs lépés, és nehogy azt higgyük, hogy én most itt gyönyörű változatokat direkt mutatok, hogy minél szebb legyen a játszma, ezek szinte egyetlen lépések. Tehát, hogyha ez nincsen benne, akkor nem is olyan egyszerű az állás feke, fekete odaér futó g HD8-al, úgyhogy futó üti e az kell és megint gyönyörű változatok. Királyjal ütni az már alapból egy picit gyanús, gondolom futógéten is sokan elgondolkodnának, de a legegyszerűbb folytatás itt futó f csak király F5 vezér D7, király is világos lenyeri a futót, matháló van, fekete feladhatja, f 5 6 ra pedig mi a poénunk, ugye miért léptük ezt a futó e 6 ot jön a vezér a három. sak király f is vezérdiat. Nagyon nehéz észrevenni ezt a poént. Most vezér c fenyeget, Lenyerni a tisztet, ha pedig Fekete megvédi, akkor az elhagyalok hullik. Tehát itt game over van vezérdélyhat után. Nem egyszerű ez a futolyatos lépés, úgyhogy tényleg e, itt Fekete belemeltet volna sokkal nehezebb változatokban. Na de nézzük, mi történt. Bástya C2-re jött a logikus vezérüti C2. És ugye ezt a motivumot már láttuk, a Fekete király nem tud elmenekülni. Vezér b és sak, királyüti D7 és vezérüti B7 sak. Ugye nincs közbehúzás C7-en, sötét, kénytelen lemenni az alapsorra, és vezérüti A8. Visszanyertünk egy bástyát, király D7, és itt érdekes, ami történik, hiszen most Szidi leüthette volna szimplán a bástyát, ugye simán nyer, viszont itt látszik a, a tapasztalat, és hogy valaki mennyire jó sakkozó. Ugye itt sötét nem tud kilépni ebből az örökös sakból, tehát fehér még megpróbálhatja azt is, hogy vezérbét csak király D8 után egy kicsit körülnéz. Ugye nem muszáj egyből ütni a bástyát, most már a király lépett, tehát sáncolni nem is tudna, ha E8-ra ment volna vissza, akkor sem. És ebben a pillanatban Szidi Befejezhette volna szebben is a játszmát, hogyha elsáncol, és szerintem ö, mélyen ő is ezeket a lépéseket számolgatta, végül nem akart kockáztatni, és leszámolta, hogyha lenyeri a bástyát, az is nagyon simán nyer, de pont volt egy ilyen pillanat, amikor fekete nem tud lépni, hogy egyszerűen ott hagyom a lovat először, elsáncolok, biztonságba helyezem a királyomat, és majd mikor fekete leüti a paripát, akkor utána lenyerem a bástyát, és mennyerem a játszmát, és feketének semmilyen ellenjátéka nincsen. Tehát még ez is benne volt, de éppen ezért mondom, hogy beadni ezt a sakkot mindenképpen volt értelme, lehet, hogy most mind a kettő verzió nyert, de lehet, hogy lett volna, lehet, lett volna egy olyan állás, ahol itt tényleg rövid sáncot kellett volna lépni. Most egyszerűen jött egy vezér B8, Szidi leszámolta pontosan, Király D7 vezérüti H8. És annyit kellett látni igazából, hogy vezér c csak után, merre menjünk a királyal, hogy tuti biztos legyen a pont, valószínűleg mind a kettő nyer, de talán az egyszerűbb a Király F2. Egy kis finomság még a végére, ha vezérüti H1 jönne, akkor Huszár f a vezért is elfogjuk, érkezett vezérüti D2 sak, Király G3 is igazából itt kellett egy picit körülnézni, hogy feketének vannak-e örökös sakkos esélyei, nincsenek, vezérű T3, vezér G7, van, futó G6 és vezér f után belátta sötét, hogy nincs értelme tovább játszani. Tényleg egy egészen kiváló játszma. Gratulálunk, Szidi, tied a hónap játszmája, még sok ilyet kérünk tőled is. És tényleg egy fontos part is volt, hiszen a csapat ezzel a győzelemmel hozta el a csapatgyőzelmet. Végül, ahogy említettem, a Helósak csapata a hetedik helyen végzett, egy egészen gyönyörű eredmény volt. Ez egy szuper elős verseny volt, ahol olimpiai bajnokok, világsztárok és a női saknak a legkiemelkedőbb játékosai játszottak, úgyhogy remélem jövőre is tudunk indulni, és bízunk benne, hogy már nem online verzióban fogjuk követni a játszmákat. Kövessetek minket továbbra is, jövő hónapban is jelentkezni fogunk. Nagyon reméljük, hogy visszatérünk most már tényleg az élő saktáblákhoz, de egyelőre nem úgy tűnik, hogy, hogy nagyon sok versenyt rendeznének, úgyhogy találkozunk egy hónap múlva, és akkor bemutatjuk a legszebb játszmát. Az új évben, a 2021. januári játszmában fogunk jelentkezni. Sziasztok, vigyázzatok magatokra, és hamarosan jelentkezünk. Hello!